Šri Čaitanya Čaritamrita ki jai. Om Ajñānate Mirandasya Jñānañjana Shalakaya Chakshurunmilitam yena tasmai Shri Gurave Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Itt most olvasunk, 13. fejezetben kezdődik Úr Csaitanyának, Istennek a különleges cselekedetei, és ahhoz, hogy valaki értikén megfelelően is megértsen Úrnak a tetteket, Janma Karma Csemedivem Evam Juveti Tatvata, ahhoz vannak előzmények. És ezek az előzmények először, ahol megmagyaráznak a helyzetet, a léleknek a helyzetet, a Istennek a természetét, és a kapcsolatról, az Isten kapcsolat a világgal és a léleken. És mikor ez a filozófia, ez a tatva megvan, valaki érti, akkor tudja megfelelően értékelni és érteni Istennek a cselekedeteket. Ugyanakkor ez a fejezet, amit most olvasunk, ez egyik kulcsfejezet, mert minden könyvben vannak részei, ami életet adnak a írásnak. Ugye, mint a Srimad Bhagavatamnak a 10. ének, ami Rasa Panchadhyaya, ez a neve, az is adja az egész Srimad Bhagavatamnak az életét. Ugyanúgy ennek a Sri Chaitanya Charitamritában több rész is ilyen, ami adja azt a pránát, ezt a lelki életet. Ez egyik, ez a Rupa Sanatana Siksa, a másik ez, amikor a Ramananda Rai által hallgatja Úr Csaitanya a filozófiát, akkor Radha Yatra, ez a fejezet, ez egy nagyon fontos fejezet Csaitanya Charitamritában, és a negyedik, ez a Siksástaka, ami Antya Lilában, utolsó szakaszban van a Siksástaka. Ezek a részek ebben a könyvben, ezek legfontosabbak, adnak az életét. De ahhoz, hogy ezt így megértsünk, és mivel vannak sok kedves vendégünk, hogy nekik hasznos legyen, és érthető, akkor én nagyjából magyarul fogok ma beszélni, nem szanszkritul, ahogy szoktunk. És jó, van fél óránk, akkor nézzük meg, megpróbáljunk egy kicsit átmenni a dolgokon, hogy vissza jöjjünk mostani fejezethez. Akkor ehhez meg kell próbáljunk elemezni és érteni egy nagyon fontos szakaszokat, elemeket, amit főleg Istent érinti és a lelket. Mert, és utána meglátjuk miért. Miért ez a mert. Miért most mondtam, hogy mert. Végül védikus írások magyaráznak, hogy attól függ, hogy ember hogyan érti meg Istennek a természetét, azon fog múlni az ő a szintje, a lelki fejlődésnek a szintje. Mert lehet többféleképpen értelmezni Istennek a természetét, és mindegyik helyes. De nem mindegyik teljes. Ugyanúgy, mintha valaki ismeri valamit az üzletről,
helyes dolgokat, de nem biztos, hogy teljes tudással rendelkezik. Vagy a matematik, hogyha tudja valaki szorozni, az már tud matekot, és ez helyes. De ez még nem jelenti, hogy ő már tudja a színusz-koszínuszról, ez már persze geometria, de ugyanakkor matematikához tartozik. Ezért vannak így szintek, és minél teljesebb a kép Istenről, annál teljesebb a boldogság. Mert a cél a szentírásoknak azt, hogy adni embereknek egy ilyen tudás, képet a világról, hogy legyen sikerélményünk, és elérjenek a lelki megvalósítását. Mert mivel mindenki egy lélek, és hogyha megkapta emberi testet, akkor ez egy lehetőség megvalósítani magát. Mert a többi formában, a többi testben, állat és a növényekben lélek nem képes ezt megvalósítani. Mert neki intelligencia minimálisra van korlátozva. És az első megvalósítás, amit mondják a szentírások, az Istenről, amit képes felfogni, mert ez is a tisztaságtól múlik, hogy mennyire tisztább, mondhatjuk a karmától mentesebb lélek, annál teljesebb képet képes felfogni Istenről. Ezért vannak fokozatok, szóval nem átlag ember, akik feltételekhez kötöttek, nem tudnak rögtön felfogni valójában mi az Isten természete. Hát csak nézzük meg, hogy annyi sok tudós van, zseniális tudósok vannak, olyan precíz tudományok vannak agysebész, ez egy komoly tudomány, tudnak gyógyítani embereket, akkor most már vannak olyan autók, ami autopilótával lehet vezetni, ami fantasztikus. Akkor vannak ilyen kütyű, hogy ez egy közöttünk nem biztos, hogy mi meg tudjuk egy ilyet csinálni. Szóval erre kell nagyon komoly agy, nagyon komoly intelligencia. Szóval nagyon-nagyon sok intelligens ember van, ami fel tud fogni, hogy hogyan működnek a törvények, mert ezek törvények alapján lehet megcsinálni. Aki tudja, hogy működnek a törvények, megcsinálják, megértenek. De Istent nem értenek. Szóval ez egy miért? Mert az Isten az embernek a logikai felfogáson túl van. És a minél szükebb a karma, akkor az egyre jobban keretekbe rakja embernek a tudatot. És mivel Isten a kereteken kívül van, akkor mi nem tudjunk felfogni. Ahogy fejlődik az ember, akkor törülnek vagy tágulnak ezek a keretek, és ezért idő kell, hogy valaki, de kell, hogy lelki fejlődésen menjen át, gyakoroljon, és akkor, amikor ez tágul, akkor egyre jobban-jobban érti Istent, végül megérti tisztán. És ezért a legszükebb keretbe, ami már van képessége valahogy érteni Istenről, akkor az első szint az, hogy Isten ez egy energia. Fény. Általában, amikor kérdezünk, mi az Isten, az fény. Ugye van sötétség és van fény. És akkor a fény formába értenek, hogy Isten ez egy ragyogás. A védikus szentírások ezt megerősítenék, hogy igen, van egy ilyen megértés, ez helyes. Isten fény. És megmagyaráznak, hogy ez mit jelent, hogy kell helyesen érteni, mit jelent, hogy Isten fény, Isten egy ragyogás. Úgy mondják, hogy Brahma Jyoti erre a féle felfogásra, és akkor azt hasonlítják a nappal. Hogy mi most itt ülünk, és akkor itt van napnak a fénye. És mondhatjuk, hogy ez egy nap, hogy a nap ez egy fény, mert mi tudjunk. Még hogyha nem is látjunk a maga bolygót, és ember nem tudja a bolygóról semmit, de akkor lehet úgy mondani, a nap ez egy világosság, ez egy fény. Igen, és akkor mondják a szentírások, az igaz, de ez a világosság, ez a fény, amit mit láttunk, az nem csak önmagában itt van, hanem ez egy
bolygónak egy energiája, bolygónak a ragyogása. Ugyanúgy, amikor valaki érti, hogy Isten ez egy fény, csak erre képes, de a védikus írások mondják, igen, Istennek van egy formája, van test, lelki, és annak van ragyogása. Fény. Jobban fénylik, mint a nap. És akkor ezek a személyek, ők nem képesek meg felfogni, hogy Istennek van forma, ők csak ezt képesek felfogni, hogy van egy ragyogás. És az helyes, de ez nem teljes. Mert nem lehet fénybe boldog lenni. Mert a boldogság, ami végső sorban, ami a végén kicsit fogunk beszélni, ez a viszonyokról szól, a szeretet viszonyokról. De a fénnyel nem lehet szeretet viszonyban lenni. Mert mindenkinek van aurája. És ez az Istennek a ragyogás, az aura. És mikor férj és feleség, vagy fiú és a lány találkoznak, akkor nem mondanak egymásnak, olyan milyen jó az aurát. Azért milyen olyan jó az aurát, feleségül veszek. Nem, mert kit érdekel az aura? Nem érdekel? A személyiség érdekel. De ezek az első szintű emberek ezt még nem tudnak felfogni. Ők a fénynél maradnak. Hogyha szerencsések, és találkoznak bhakti jogikkal, baktákkal, mert ott lehet megmaradni sokáig, megragadni. De hogyha találkoznak bhakti jogikkal, akkor ők tudnak őket vinni tovább. És a következő megértés Istenről, hogyha nézzük meg itt a napnak a példáján, akkor van a maga ragyogás, de van még maga a bolygó. És valaki csak látja, hogy a ragyogásban ott van valami középen, valami gömb, bolygó. Az már több tudás. Akkor már ember érti, igen, ez a fény, de ez a fény ennek a gömbnek a fénye. És ezek az emberek már tovább jutották. Nem csak fényről beszélnek, hanem tudnak mondani, ami biztos ti már hallottatok, hogy Isten mindenkinek a szívében ott van. Ez a képesség, felfogás, az már adja azt a lehetőséget intelligenciába megérteni, igen, hogy Isten mindenkinek ott van a szívében. És azért úgy hívják ezt a megértést, szintet, szanszkritul, hogy paramatma. Hogy Isten, akinek van valami formája már, és ott lakozik mindenkinek a szívébe. És forma az már azt jelenti, hogy már jobban személyes felfogás. Mert mikor fényt, Brahmajot vagy Brahman, úgy mondják, hogy Brahman, az úgy mondják, hogy Istennek a fénye, ez egy személytelen aspektus. Mint a valakinek az aurája, az embernek a személytelen aspektusa. Na, abból még nem lehet tudni semmi az emberről. Szóval ez akkor első, a másik akkor az a paramátma, amikor már tudom, hogy hú, de jó, nem csak fényisten, ilyen fénylik magának itt, levegőben, vagy űrben, hanem ez a fény, ez egy formától, hogy Istennek van forma. Az már egy személyesebb. Én még nem tudom, ki ez a fó, ki az, csak tudom, mint sokszor ábrázolnak Istent, hogy van-e valamilyen Isten, rajzolják formát, de mivel nem nincs, tudják, hogy van forma, de nincs még tiszta felfogás, akkor ilyen öreg bácsit írják le, lerajzolják, ilyen szakállas, kicsit fáradt, mert már sok legősi képzeltek el, lélek, nyugdíjra kellene menni, de hát fenn kell tartani, könyörünket minden nap nekünk meg kell adni, szóval sokkal többet dolgozik, mint mi. Hát a ruha az a Halloween-ba járkál, mert ő nagyon szegény, nincs pénze, elfogyott, nekünk odaadta az összes pénzét. Szóval egy kicsit ilyen, hogy már van forma, de mi mindig ilyen materiális szempontból próbálnak gondolni Istenre. Mert hogyha ősi, akkor úgy rajzolják, hogy öreg, mert mi azt gondoljuk, hogy valakinek sok-sok éve van, akkor az már nagyon öregnek kell lenni. Ráncos, őszhajú, szakálla.
Ez úgy hívják, hogy próbálni felfogni Istent a materialista felfogásukkal. Ez pont, amit mondtam, hogy nekünk van ez a keret, Isten kereten kívül van, és mi próbáljunk így Isten felfogni, hogy keretet rakunk rá. Hogyha ő legősibb, akkor ő legöregebbnek néz ki. Akkor nagyon fáradt már. Biztos van neki gerincsérve, meg ilyeneket. Így próbál ember gondolkodni. De ez már jobb, mint csak egy bráman, mert már megérti, hogy van forma, hogy Isten egy valamilyen személy, de ki, az még nem tud megérteni. Csak tudja, hogy ha kérünk, akkor megadja. És akkor ez egy jó. Hogyha tovább ember fejlődik, gyakorol kapcsolatot Istennel, követi megfelelő lelki gyakorlatokat, akkor megint ez a keret kezd nyílni. És nem csak a bolygót fog látni, hanem ugye, hogyha mi csak látjuk egy bolygót, egy gömb ott a fényébe, akkor ezzel több, mint csak egy fény, de még nem ismerünk a bolygónak a természetét. Hogy milyen tulajdonságok vannak, mi van ott a bolygón pontosan. Ezért a következő felfogás Istenről, úgy hívják, hogy Bhagaván, ez amikor képes valaki megérteni, hogy Isten, ő felfoghatatlan, és ő egy személy, aki szeretetnek a forrása, és öröki fiatal. Ugye ez egy nehéz dolog, megérteni, hogy Isten egy fiatal. De aki ezért kell ugye fejlődni, hogy ez a megértés meglegyen. És amikor megvan, akkor Janma Karma Chamedivam Evamivu Atitatvata Tetva Deham Punar Janma. Vége minden karmának. Az, aki megérti, hogy Isten személy, minden karmának vége. Vittarága bájek roda, mammaja mamu pasrita. Ember megszabadul rögtön mindentől. Vita, rága, bája, ettől a fölösleges ragaszkodásoktól, félelemtől, dühtől, szóval ezek a tulajdonságok, amit akadályoznak a szeretetet, ez a felfogás Istenre, az megtisztítja azonnal mindent. Vita, rága, bája. Bhava gyána tapasza, mammaja mamu pasrita. És már sokan jártak ezen az úton. Ez egy járható út. De úr arra utal, hogy van megfelelő út. De egy érdekes, amit szeretnék mondani, hogy milyen, mert sokszor mondják, hogy több út van Isten felé. Mindenki hallja, mindenki, és akkor mondják, ugyanoda vezet mindegyik út. Hát mondhatjunk, így van, ugyanabba az irányba lehet, aki Istent Isten irányt megy, és mert magyaráznak a mi acsárjaink, igen, hogy mindenhol szükség, ugye a cél általában az lelki útoknak, ez az Isten irányi szeretet, minden útnak, minden, mert mikor Srila Prabhupádot kérdezték egyik interjún, hogy melyik vallás hiteles, és akkor azt mondta, az a vallás hiteles, ahol Isten szeretet a célja. Hogyha ez van, akkor ez hiteles. De akkor lehet mondani, de hát akkor nincs különbség. És akkor most kicsit beszéljünk, hogy miben különbözik a Vaisnava iskola, a mi iskolánk, lelki iskolánk a többiektől. Mert szeretet, igen, szeretet, mint a bhakti szót használva, az mindenhol szükséges. Még a buddhizmusban, a buddhizmus a szigorú filozófiával elutasítja mindent. Nincsen Isten, van üresség, nincsen, csak van karma, és így tovább. De gyakorlatukban még mindig ott van a szeretet, ott van a bhakti, másképp nem képesek gyakorolni, és valamit tudnak elérni, túl sok mindent nem, de ott van. Akkor azok a személyek, akik beszélnek Istenről, hogy ő személytelen, még ott is baktire van szükség. Szóval bakti nélkül nem lehet gyakorolni. És hogyha valaki hiteles utat
követi, akkor lehet eléri valamilyen szeretetet Isten iránt, mert ahogy mondtam, neki van több aspektusa. De olyan eredményt, amit a mi iskolánk ad, az sehol máshol nem található. Például itt van a Sri Chaitanya Charitamrita, az összes létező szentírások között ez a legmagasabb szintű írás, ami létezik. Ennél magasabb már nincsen. És ez csak nálunk található, a mi iskolánkban. Mik ezek? Mi ez, ami pont nálunk található, a többiekben nem található? Hát ami a legjobb, amit mások iskolák, ott is vannak sokféle szintek, de a legjobb iskolák, ami nem a miénk, ami tud adni nekünk, tud adni egy lelki gyakorlónak Isten szeretetet, de az a szeretet, az keverve van áhítat, szolgálat hangulattal. Hogy ott van mindig távolság Isten és a lélek között. Hogy ő az Úr, nagyon ilyen magas, és mindenki áhítottal kell, hogy szolgáljon. Az egy szeretet, az egy viszony, de nincsen ez a közeli kapcsolat. És a Vaisnava szampradája, vagy a mi iskolánk adja egy olyan kapcsolatot Istennel, hogy lehet akár baráti kapcsolatban lenni. Ez már nincs máshol. Lehet elolvasni összes szentírást, amit van, ott erről nem beszélnek. Erről nincsen leírva, erről nem lehet hallani. És hogyha mi ezt nem halljunk, akkor ezeket a magas szinteket nem érünk el. Hogyha nem nincs is róla tudásunk. Hogyha nekünk valaki nem mondta el, hogy van Amerika, akkor most se tudtunk volna, hogy van Amerika. Szóval ugyanúgy, hogyha valaki nem mondja, mi a legmagasabb megvalósítás Istenről, akkor nem fogunk erről tudni. És a Vaisnava iskola beszél arról, hogy igen, a Gaudiya Vaisnava, az Úr Chaitanya iskolája, amelyiknek mi vagyunk a követői, Hod Goswami által, Srila Prabhupada által, ő tanítja arra, hogy igen, és örökkivaló. És ő végtelen, ez amikor mondják emberek, hogy Isten nagy, de mennyire nagy? Mit jelent, hogy nagy Isten? Hát Istennek a nagysága abban van, hogy ő tud lenni egy kisfiú formába, egy baráti kapcsolatban valakivel. Nagyon közel. Na ez a Istennek a nagysága. Nem az, hogy ő fenntartja, meg irányítja bolygókat. Az nagy, de nagyon nagy, amikor ő valakivel közvetlen kapcsolatban van. És ezek a legmagasabb és legnehezebb felfogható filozófia, és Srila Prabhupada számtalan említi ezeket a szinteket, meg amikor még 60-as években hippiknek tartotta leckiket, előadásokat, akkor mindig ezt említette. Srila Sama Sundar Ki Jai, mert ő szerette volna rögtön, hogy lássanak, hogy aki kapcsolatban van ezzel az iskolával, hogy ő olyat értéket itt kap, ahol máshol pont ilyet nem kap. És van Srinath Chakravarti, ő mikor írta a magyarázatot Srimad Bhagavatamhoz, akkor ő is írta egy nagyon érdekes véleményét az egészről. Azt mondja, hogy mi milyen Istent imádunk, milyen Istent szolgálunk. Mert, ahogy mondtam, lehet Istent, aki a fenntartó, kenyeradó, igen, van, de a mi iskoláknak nem az az Isten, aki fenntartó, a célunk. Nem olyan Isten iránti szeretet a mi célunk, amit adja a mi iskolánk. Nem, a mi célunk egy konkrét, Istennek konkrét formához
Konkrét szeretet, ez a mi célunk. Mert ha bár Isten egy, de neki, ahogy mondtam, van több aspektusa, több formája, ő tud megjelenni, ahogy beszél, mint a fény, tud jelenni meg, mint egy Isten, aki fenntartja, és mindenkiért gondoskodik, és teljesíti a vágyukat. De az ő eredeti forma, ez egy konkrét, nagyon konkrét forma. És a szeretet felé, ez is egy nagyon konkrét szeretet, és az nagyon nagy boldogságot, legmagasabb boldogságot okozza a lelkeknek. És akkor Srinath Chakravarti azt mondja, Arajya Bhagavan, Rajyasa Tanayas, hogy mi szolgáljuk, hogy imádjunk Bhagavant, Istent, aki Vraja és a Tanaya. Szóval van egy lelki bolygó, Goloka Vrindavan, úgy mondják, hogy Vraja, és Istennek a különleges formája, amikor ő meg eredetileg van, akkor ő annyira személy, hogy még neki is vannak szülei. És pont ez, amit Isten legnagyobb, hogy nem csak valamilyen Isten, akkor, hogy igen, egy szempontból Aja, ő megszülethetetlen, de ahhoz, hogy legyen tökéletes kapcsolat, szeretet és boldogság, akkor ő nagyon, annyira közel áll a lelkekkel, hogy akkor neki vannak szülei. Szóval lehet szeretni Istent, mint fiát. És akkor mi Istennek az ezt a formához szeretettet gyakoroljunk, imádjunk ilyen Isten, Vraja és a Tanaya, aki a Vrajának, a lelki bolygónak, a királynak a fia. És Taddhama Vrindavana. Ugyanúgy azt a helyet, Vrindavant, ugyanúgy azt is imádjunk, mert az is szent föld, szent hely, ami ugyanolyan tiszteletre méltó, mint Isten. Aztán utána beszél, hogy mi a módszer, hogy kell imádni Istent. Általában nekünk mostani módszerünk, ez egy kicsit haladóknak, azt most nem fogok lefordítani, meg vannak kezdők, vannak haladók, és különböző szinten, különböző megértés alapján más egy kicsit a szolgálat, vagy a imádat, de nekünk, mint kezdőknek, hogy ezt a Istent, aki olyan személyes formával rendelkezik, a mi szinten imádni, ez hallani róla. Rögtön ezzel kezdődik Bhagavad Gita. Bhagavad Gita-nak középső 6 fejezet pont beszél a bhakti jogáról. A szeretet szolgálatról, szeretet jogáról. És azzal kezdi Tatsrino hallani. A legjobb fejlődés, ez hallás. Hallani hiteles forrásoktól. Krishna mondja, Tatsrino, halljál tőlem. Hogy Isten, vagy Bhagavad Gita, ez a Istennek a szavai. És akkor, mikor kezdi magyarázni a szeretet jogáját, bhakti jogát, akkor Krishna rögtön mondja Arjunának, akkor most ide hallgass. Tőlem hallgass. Én neked elmondom. Ez azt jelenti, hogy Istent kell halljunk, vagy az ő képviselőt. Az ő hiteles képviselője, amit ő mond, az tökéletesen ugyanolyan hatással fog ránk, mint hallani maga Istent. Mert akkor Isten őt használja, mint eszközt, hogy átadjon nekünk ezt a tudást. Ez egy Tatsrino. Ezért az, ahogy mondtam, a gyakorlatunk, hogy mi hogyan szolgáljunk Istent, hogy halljunk róla. Azáltal fejlődünk. Akkor lehet érezni Tushyanticsa, Ramanticsa, hogy akkor mi leszünk elégedettek és boldogok, mikor csak halljunk. Susukam kartum avyayam. Ez a tudás, ez nagyon nagy boldogsággal rendelkezik. Raja vidyam, raja guhyam, ez megint
megerősíti Krishna. Van sok lelki tudás, energia jobbra, energia balra, prana, nadi, párna, nagyi, bármit akartok. De bhakti yoga, ez a rágya vidyám, ez azt jelenti, hogy a minden lelki tudásnak a királya. És guhyattama, ez azt jelenti, hogy van rejtett tudás, ami átlag ember nem képes felfogni. Van csak sima rejtett tudás, guhya. Például, hogy Isten teremtette a világot, az már nem egy ilyen egyértelmű tudás, mert sokan tudnak nekünk próbálni bizonyítani, hogy magától létrejött a világ. De mi sokan ezt a rejtélyes, titkos tudást mi felfogjunk. De ez már nem annyira nyilvánvaló, azért guhya. Akkor utána van még nehezebb felfogható tudás, még rejtélyebb, még titkosabb, guhya tar. Hogy igen, Isten megteremtette a világot, de ő neki, de ő külön a világtól. Ő nem vált ezzel a világgá, hanem egy külön maradt mindig egy személy. Az még nehezebb megérteni. Mert sokan értenek, igen, Isten megteremtette a világot, az igaz, de világ az Isten. És guhyattama, ami bhakti yoga tanít, ami mondtam, a Raja Vidya, a legtitkosabb, a királynak, a tudás királya, az azt jelenti, hogy guhya uttama, a legrejtélyesebb. Az nagyon nehéz felfogható még azoknak, akik lelki gyakorlatot gyakorolnak. Azt mondja a 7. fejezetben Krishna, hogy sok-sok ember között alig van, aki lelki útjára lép. És azok között, akik már gyakorolnak lelki útot, alig van, aki meg is érti, hogy én ki vagyok. És ezért ez a guhyattama. És ez egy nagyon titkos, vagy rejtélyes tudás. Ezt mondja a Bhagavad Gita, és ezt, amit Chaitanya Charitamrita magyarázza. És intelligens ember erre törekszik. Mert hogyha ő megérti ezt, vége lesz mindennek. Minden szenvedésnek, minden traumának, mindennek azon a vége. Ember tökéletes elégedett lesz, tökéletes boldog. Mert az, aki szeret, az boldog. Ez fontos. Száros szónok a vendége kedvéért, ami már múltkor itt meséltem ezt a rövid sztorit, hogy aki eljön ebbe az iskolába, az megkapja minden, ami mindenhol máshol van. Ezt mondja Bhagavad Gita-ba Srila Prabhupád is. Azt mondja, például a Bhagavad Gita, ez apaurusheya. A purusha azt jelenti, hogy ember. A apaurusheya az azt jelenti, hogy az az írás, ami nem ember által van megírva. Ez az apaurusheya. És azt mondja, hogy Bhagavad Gita-ba meg lehet találni minden, ami máshol, más szentírásokban találjunk, de olyan is van Bhagavad Gita-ba, ami nincs sehol máshol. Szóval aki ide eljön, az minden megkapja. Ez ugyanúgy, mintha valaki milliómos, akkor neki megvan 100 forintja is. Valaki nem érte egyet ezzel? Akkor a történet, meg lehet még, vagy be kell fejeznem? Rövid, 2 perc? Vendégek kedveért? Köszönöm. A történet nagyon rövid, hogy volt egy kislány, aki 15 éves vagy 16 éves volt, és akkor ő keresett Istent. Ez, amikor a Srila Prabhupád még itt volt a Földön, Amerikában, és egyszer csak bekubokolt egy ajtón, kinyitják neki az ajtó egy ilyen furcsa ruhába, ember, ilyen borotvált fejjel, és mondja az a lány, hogy én Istent keresek. Tudtok segíteni? Persze, persze, gyere velünk. És akkor bejöttük, felvitték emeletre, benyitották egy szobának egy ajtóját, és mondták, csak fáradj be ide. Beült a szobába, és ott ült Srila Prabhupád egy pár tanítványaival. És akkor Prabhupád mondta neki, ülj le nyugodtan. Leült. És akkor mi történik ott? Közben pénzről van szó.
számolnak a pénzeket. Hát mi tudjuk, hogyha van egy templom, az nem levegőből van a tégla, ugye, vagy bármi más, amit látjunk, ez mind pénzből kerül. És könyvek, az se, nem lehet, hogy bemegyünk a nyomdába, és mondjuk, mi krisnások vagyunk, nekünk kell könyv. És mondjuk, persze, mindjárt! Mindjárt megállítjuk összes más nyomtatást, mindjárt nektek nyomtattunk, mert pont papírt kapok mindig ingyen, már nem tudjuk mit csinálni, és a festék azt annyira ingyen, hogy magától megjelenik nálunk ott a raktáron, és már nyomtatjunk is. Nem. De erre kell nagyon komoly pénzkontroll. És ezért Srila Prabhupáda pénzről beszélt. Minden centet számoltak. És a fiatal lány, aki Istent keresi, bejött oda, és gondolta magam, na! Itt is csak pénzről, mindenhol csak pénzről beszélnek. De próbálta türelmes lenni, és akkor vagy fél órát ott hallgatta. És akkor, mikor látta, egy centit nem adjunk többet erre, a könyvöntötelésre jó sok pénz, erre ennyi pénz, annyi, erre mennyi maradt a pénz, mert akkor már sok templom volt világban, és kellett, hogy legyen tiszta a dolog. Végül a kislány felrobbant. Nem bírta már ezt a anyagiasságot a lelki templomban, felugrott és kiabált. Azért jöttem ide, hogy találjak Istent! Srila Prabhupád teljesen békésen ránézett, de az ő hangnemben mondta neki. Ülj vissza! Jó helyre jöttél! És akkor tovább számoltak a pénzét. És ez a lány krisnás lett. Mert ő megérezte Prabhupádtól, nem csak pénz, hogy itt Istent is tudnak adni. Mert az átment. Srila Prabhupáda ki jaj, Sri Chaitanya Charitamrita ki jaj, Sri Radha Shyama Sundar ki jaj, Nitai Gaura Premanandi, Hari Bol, Gaura Bhaktavrinda ki jaj.